Szervusztok, jó napot kívánok! Én is szakértőnket már láthatják a kedves nézők, aki azért csak most kapcsolódna be, Erdős Éva, a Vasas Dréer és a magyar válogatott csapatkapitánya. Én igazándiból meg sem kísérlem túl kiabálni a helyi műsorközlőt és a vendég, valamint a hazai szurkolókat, úgyhogy dobom is tovább a szót Máté Pál kollégámnak, aki a pályaszélén várja, hogy interjút készítessen Hajdú Jánossal és Kariszki Lászlóval. Én is köszöntöm Önöket, kedves nézőink, mellettem, ahogy már Rágai Kis András is mondta, a két vezetőedző Hajdú János és Kariszki László. Hajdú úr éppen ugyanezen a helyen mondta két héttel ezelőtt, hogy nagyon nagy a gond, hiszen nagyon nehéz lesz majd helyettesíteni Lendvai Pétert és Tóth Józsefet. No most ilyen gondokkal ezúttal úgy tűnik, hogy nem kell küzdenie. A két fiú rendbe jött, a héten már edzettek, hogy valamivel beljebb vagyunk a múltkorihoz képest. Most kiesett Fejes Endre, akinek hasonhúzódása van, ő nem tud ma a rendelkezésünkre állni. A Dunafer elleni mérkőzést akkor tulajdonképpen annak a számlájára írhatják a szurkolók, hogy nem sikerült megnyerni az elektromosnak, vagy legalább szorossá tennie, hogy Lendvai és Tóth nem tudott játszani? Nem, azt azért veszítettük el, mert sok zittert hagytunk ki. Azt a meccset meg tudtuk volna úgyis nyerni, a Lendvai és a Tóth Józsi nélkül, hogyha a fiúk a 13 zicserből mondjuk 8-at belőnek. Az irányító posztja ugye mindig nagyon fontos. Kérdés, hogy Lendvai ilyen hosszú kihagyás után mennyire tudja majd összefogni a csapatot, és mennyire tud koncentrálni a játékra, és egyáltalán mennyire bírja végig. De megpróbáljuk, számolok azzal a lehetőséggel, hogy el fog fáradni, számolok azzal is, hogy fejbe fog elfáradni, van mögött ember. Most akkor az elektromosnál ez a helyzet, a Szegednél viszont pont a fordítottja, hiszen mindenképpen vannak sérültek szép számmal, ugye Bartók, Bajut, Se, felsorolni is nehéz, nagyon fiatalok az arcok, ez már a bemelegítésnél is látszott, Kariszki László. Hát igen, úgy gondolom, hogy egy komplet belső négyesünk sérült, tehát gyakorlatilag majdnem egy másik csapatot is ki lehetne állítani. Én azt gondolom, hogy nekünk most nincs más választásunk, mint nyílcsisakkal játszani, hisz ez az a meccs, ahol aki nyer, az jelentősen erősíteti a pozícióját. Hisz látszik, hogy a Botex és a Dunafer mögött egy olyan négyes van, aki tulajdonképpen a dobogót célozta meg. Egy picit közel kell hajolnom Kariszki Lászlóhoz, mert óriási a zaj, de hogyha a Dunafer elleni meccseket nézzük, hiszen az elmúlt hetekben játszott mind a két együttes a Dunafer ellen, akkor a Szegednek nagyobb az esélye a mai meccsen, hiszen simán kikapott a Tromos a Dunafertől hazai pályán, a Szeged viszont majdnem megverte a Dunafert. Valóban, de nyilván az egy más meccs volt, itt a két csapat, azt hiszem, játékosai is jól ismerik egymást, hisz itt is, ott is talált olyan játékos, aki az előző évben még a másik klubban szerepelt. A másik dolog meg minden mérkőzés egy új fejezet. Én azt hiszem, hogy mindkét csapat ismeri az erényeit, nagyon nagy meglepetése nem lehet szolgálni, de valóban, hogyha azt a harcosságot és azt a tartást, amit a Dunafer ellen nyújtottak a játékosai, meg tudjuk ismételni, akkor esélyünk lehet. Ha más történik, akkor nyilván egy más mezőre terődik a küzdelem, akkor minden lehet. Kariszki László, köszönöm szépen, másfél óra múlva kiderül, hogy hogy történik majd minden, nem sokára kezdődik a mérkőzés. Tehát akkor elektromos Pik Szeged, mint azt a képernyőn is láthatják. Legutoljára a két csapatot nem is olyan régen láthatták itt a Duna Televízióban. A Tromost mindjárt két héttel ezelőtt, ugye sokat beszéltünk már arról a Dunafer elleni mérkőzésről, amelyet elvesztett végül is az elektromos. Hajdú János szerint azért, mert sok helyzetet hagytak ki a budapesti játékosok. Persze, hát ez csak nézőpont kérdése, de hát bizonyára emlékeznek még, hogy a Dunaújváros kapujában Fazekas Nándor valami egészen parádés produkciót nyújtott. A Pik Szegeddel folytatjuk majd, és akkor íme az összeállítás. Már ahogy nézem, ez nem a Pik Szeged összeállítása, sokkal inkább az elektromosai, úgyhogy majd visszatérünk rá. Tehát a Pik Szegedet legutóbb kupamérkőzésen láthatták a Duna Televízióban. Az ellenfél a Paris Saint-Germain együttese volt, és egy fantasztikus hangulatú találkozón végül is tovább tudott jutni. A Szeged és még mindig áll a kupában. Mint hallhatták, a számok ugye vendégsikert sejtetnek ezen a találkozón, és hát a tavalyi két mérkőzés is szegedi győzelemmel zárult. Egyszer 27-26 itt a Népfürdő utcában, egyszer pedig 23-19 lent Szegeden. És akkor íme az elektromos, a hazai csapat összeállítása. A két kapus, Perger Zsolt és Igor Ivanov, Dobos László, és Kariszki László említette, hogy mind a két csapatban van olyan játékos, aki tavaly még a másik együttest erősítette, nos Dobos éppen Szegedről érkezett. Az elektromoshoz tovább pedig Véres, Mohácsi,
Forgács, Váradi, Szépkis, Kosztecki, Rostalendvai, Tóth és Laurent. A Pikszegednél három kapust neveztek. A vezetők Rapovec, Nagy és Tyetyák. Kíváncsi leszek, hogy mind a hárman szóhoz jutnak-e majd. A mezőnyjátékosok pedig Doros Kuzma, aki tavaly még Tromos játékos volt, Herbert Avar, Gröber, Brajdics, Borsodi, Berta, Szotyori, Budai és Nagy. Szotyori nevét is lehetett olvasni, még annak idején a Tromos összeállításában közben megjárta még a Szolnok együttesét is. A hiányzók még egyszer, Máté Pál kollégám már utalt rá az imént interjúban, nincs itt Bajusz, nincs itt Bartók és nincs itt Cseh. A Szeged csapatában, ugye Skalicki László a vezetőedző azt mondta, hogy egy B csapatot is ki lehetne állítani. A sérültekből, hát hamarosan kiderül, hogy ez a csapat, amelyet most azért kénytelenek vagyunk A-nak nevezni, mire lesz képes az Elektromos ellen. Minden esetre, ha a Tromos győz, akkor pontszámban behozza a Szeged csapatát. A játékvezetők pedig Krucsó Jenő és Lekrinszki Tivadar, az első számú magyar bírókettős a rangadóhoz. Méltó tehát a bíróküldés, most már csak egy jó mérkőzésre van szükség. Évát kérdezem mellettem, nézted-e az arcokat a bemelegítés közben? Lehet-e bármiféle következtetést levonni ilyenkor az arcokról, a gesztusokról? Hát nem. Annyira nem figyeltem az arcokat. Az igazság, hogy mind a két csapat élcsapat, tehát az élmezőny az tartozik, és mind a két csapatban olyan rutinos játékosok vannak, hogy nem hiszem, hogy még egy ilyen pontos rangadó előtt is esetleg túl feszültek lennének. Azt figyeltem, hogy a melegítésnél a szegedi kapusának, a Nagy Zolinak kiment a bokáját, kíváncsi leszek, hogy fog-e tudni védeni. Ez azért érdekes, mert ugye éppen az imént említettem, hogy három kapus neveztek a mérkőzésre. A szegediek hát előrelátóak voltak, bár tényleg kívánjuk, hogy semmi probléma ne legyen Nagy Zoltán lábával, és védeni tudjon majd, ha szükség lesz rá. Piros mezben a vendég szegediek, ők kezdik majd a játékot, sárga kékben pedig az Elektromos, és a kapuban ezúttal nem Perger, mint két héttel ezelőtt a Dunaper ellen, hanem az orosz légiós Igor Ivanov. Tizennégyes számmal Borsodi Péter irányít a szegedi csapatban. Egy bejátszási kísérlet nem jó, és lehet indulni. Sőt, nem csak indulni lehet, hanem vezetni is lehet. Béres László góljával vezet az Elektromos. Ugyebár minden azzal a rossz bejátszással kezdődött, egy jó indítás, és itt a vezető gól. Borsodi ráütnek a kezére. Szotyori a szabad dobás után nem lövi el. Ötös számmal Doros Ákos, aki Mezei Rihárdot helyettesíti, próbálja helyettesíteni a beálló posztján. Mezei ugye a Potexhez igazolt még a nyár folyamán. Egy nullás hazai vezetésnél Szotyori. És mellé. Senki nem ért hozzá. Brajdics lövése ment mellé, úgyhogy Igor Ivanov még hozzáért. Csere az Elektromosnál, Tóth József helyére. Jön szép kis Krisztián. Lendvai, akiről hallhattuk, hogy sokáig sérült volt, sőt, még most sem teljesen egészséges. Szép kis. Lendvai egyedül próbál bemenni, szabad dobás. Rosta István. És Lendvai lesétál a pályáról. Mondtam az imént, hogy még mindig nem teljesen egészséges. 2 perc 17 másodpercet bírt a vádlia, miközben Kosztecki kiharcol egy 7 méterest, meg még egy sárgalap is. Sárgalapos figyelmeztetés, a vendégcsapatból a 11-es számú Gröber Mátyás kapta. Gröber tehát
a sárgalapos, Kostecki pedig lövi a büntetőt és belövi. A kapuban egyébként a három közül Gyegyák Tibor. Mellettem pedig Lendvai Péter ül és csak rázza a fejét. Péter, nem tudsz tovább játszani? Nem tudsz tovább játszani, Péter? Hiszem, nem. Bárném megsérült megint. Ez a régi sérülés, maradványa vagy valami új? Hát szerintem ez még a maradvány, nem pihentem ki eléggé az előző sérülésemet. Lehet, hogy kár volt egyáltalán pályára lépni, kár volt próbálkozni. Lehet, hogy kár volt próbálkozni. Hát úgy látszik, hogy kár volt. Köszönöm szépen. Amíg önök Lendvait hallhatták a kispadról már, addig Szogyori megszerezte az első szegedi gólt. Így 2-1 a mérkőzés állása a negyedik perc elején. És hát azért nagyon elgondolkodható, ami a fiatal játékossal történt rövid 2 perc alatt, hiszen az orvosok nem javasolták, hogy pályára lépjen, ő mégis úgy döntött, hogy vállalja. Ez lett a következménye. Rajdics és Borsodi a negyedik perc végén. Borsodi megcsinálja magának a lövőhelyzetet, aztán eltalálja a kapufát. Úgyhogy a kezére ütnek, maradt tehát a vendégeknél a labda. Szotyori. Egy jó bejátszás Dorosnak, és megvan az egyenlítő gól. Az újdonsült ifjú beállós tehát megszerzi a Szeged második gólját, az elektromosnál pedig Mohácsi Árpád lép elő irányítóvá a sérült Lendvai helyén. Kiteszi Kostecskinek a labdát, és a kapufa után marad még az elektromosnál Váradinál. Mind a két csapat az emberfogásos védekezést alkalmazza, vagyis a legórelősebb játékosokkor kifültek egy embert, és ezáltal a 5 ember marad a hatoson, és nagyobb helyek, nagyobb területek vannak. A frissen beállt Mohácsi visszaveszi az elektromosnak a vezetést. Egyébként, hogy nevesítsük a dolgot, amit Éva mondott, amire utalt, Berta Róbert vigyázott a túloldalon még Kostecskire, itt pedig az elektromosnál a 10-es számú Váradi Krisztián őrzi nagyon-nagyon közelről Szotyorit. Most éppen ki is sétáltak a képből, lent vannak a pálya bal oldalán, megint egy jó bejátszás, és egy újabb szegedi egyenlítés, a csapatkapitány Avar György. A szélről befutó játékost üresen hagyták. 6. perc, 3-3 a mérkőzés állása. Ott a bal szélen tehát Berta és Kostecki párosa, középis pedig a többiek igyekeznek. Szép kis, rossz lövés, és jöhet a Szeged. Borsodi. Ez szép volt. Berta Róbert, aki az imént még árnyékként követte Kostecki. Jól jön a labdáért, és szép volt lő. Először a mérkőzés folyamán vezet a Szeged. Mohácsi kap szabaddobást. Új ember támadásban az elektromosnál. Az ifjú tehetség Tóth József, emlékezhetnek rá a tavalyi Magyar Kupa döntőből. A Fotex ellen egészen parádésan játszott Tóth, ez a labda nincs bent, úgyhogy marad a 4-3 és jöhet a Szeged. Szóval ott azon a kupa meccsen nagyot játszott a fiatal Tóth József, aztán jött neki egy sérülés, talán a legrosszabbkor sokáig csak védekezett az elektromosban, és úgy látszik most támadásban is kap lehetőséget. Már csak azért is valószínű, mert szép kis Krisztián visszaült az igazi cserepadra, nem ide a beálló posztjára a félpályához. Borsodi Mohácsi mellett próbál elmenni, szabad dobás.
Brajdics. A változatosság kedvéért ő is Mohácsival küzd, aki átment időközben a túloldalra. 4-3 a vendégcsapatnak a 8. percben. Borsodi. Brajdics megint bele a sáncba, és megint ott az induló ember, megint Béres, és ugyanoda lövi. Béres megcsinálta ugyanazt, amit a mérkőzés legelején, és ezzel kiegyenlít. Brajdics pedig kap még egy sárgát. Négy-négy. Borsodi próbálja neki Doros a helyet csinálni. Aztán ő végzi el a szabaddobást. Megint Borsodi. Kitámasztják a karját Rosta István. És van egy új arc a szegedieknél is, a bal átlövő posztján, Nagy László. Vele megismerkedhettek a Paris Saint-Germain elleni kupa meccsen bemutatkozásként. Lőtt egy hatalmas gólt akkor a franciáknak, most eladja a labdát. Kostecki mehet mögötte, Nagy, és Kostecki belövi az ittert, megint vezet az Elektromos. Egy kicsit bajlódik a labdavezetéssel, aztán megszelídíti, és kiegyák lába alatt. Belövi az 5. hazai gólt. Borsodi. Nagy teszi ki a szélre. És szabad dobás. Bertán taszított egyet, Béres. Marad a labda a Szegednél. Borsodi talpról lövi el, nem tudja meglepni Ivanovot. Mohácsi. Megint lehet menni lendületből. Mohácsi megy is, és belövi. Akárhányan lóghatnak a nyakán. Nézzük, hányan is voltak. Egy, kettő, hát végül is csak ketten. És a szegediek rögtön időt is kérnek Mohácsi gólja után, amely a 6. volt. Hát pontosan 10 percen vagyunk túl. Éva, kinek ízlik jobban ez a félig nyitott emberfogós védekezés? Azt hiszem, hogy a Szeged elég sok labdát eladott most itt a végén, és ez könnyörtelenül megbosszulta az Elektromos. Én úgy gondolom, hogy Dorosákos személyében egy elég komoly termetű beállósa van a Szegednek, és szerintem az ő területén, tehát a beállós környékén kéne esetleg több helyzetet kialakítani a Szegednek, és akkor talán eredményesebbek lehetnének. A közeli képen Skalitki László, aki éppenséggel elképzelhető, hogy pontosan ezt magyarázta fiainak az imént. A vendégcsapat folytatja tehát a játékot 6-4-es hazai vezetésnél. Megint Brajdics, a bal átlövő. A VAR pedig megpróbál egyedül elmenni. Érdekes, hogy nincs a kezdőcsapatban Laurent Szabolcs az Elektromosnál, pedig a Dunafer ellen jól játszott. Egy sárga lap Mohácsinak. Szotyori és Borsodi. Bertának kapaszkodnia kell, Brajdics. Borsodi kiteszi a VAR-nak, szép játék. A VAR második gólja. Borsoditól kapta a labdát, Váradi mellett ment be, és megszerezte a VAR az 5. szegedi gólt. Mohácsi. Visszakapja, és megint jól lő.
Mohácsi Árpád eddig 100%-os, 3 kísérletből 3 gól. Azt hiszem neki a legjobb, hogy Kosztetszkyre vigyáznak a szegediek. Ahogy így látom, közben kapus cseréltek Szeged, mert bejött a Nagy Zoli, aki, mint mondtam, a melegítésen megsérült, de hát úgy látszik, hogy nem komoly a dolog. Így igaz a Szeged kapujában, 12-es számmal Nagy Zoltán, és a mezőnyben megint egy új játékos, egy fiatal ember, 6-ossal Budai Dániel. Éppen ő került a földre az iménti szabálytalanság után. Tehát Skalicki László keveri a kártyákat. Már az elején próbálja megtalálni a legjobb összeállítású csapatot. Budai, Szotyori kitámasztják a karját, szabad dobás. Ez egy érdekes párhat, mert a Szotyori az játszott az elektromosban, úgyhogy gondolom, hogy ismerik őt a játékosok is, már a kapusok is, de pontosan ez a jó a dologban, hogy ki tud a másiknak jobban túljárni az eszén. Éppen Szotyori próbálkozott valami furfangossal, de csak egy szabad dobást tudott kiharcolni. Tóth Józseffel küzdött meg, akivel egyébként nem játszhatott együtt annak idején, hiszen elég nagy a korkülönbség köztük. Ettől még persze Tóth felkészülhetett Szotyoriból. A mindig elegáns Skalicki László. És megint labdát szerez az elektromos. Szotyori ejtette el, Kosztetszky. Egészen közel megy, és egy nagyon nagy bravúr. A másodikra azonban már nincs lehetősége Nagy Zoltánnak. Rosta közelről megszerzi a 8. szegedi találatot. Elektromos találatot, bocsánat. Nyolcöt. Rostának ez volt az első gólja. Brajdics, Szotyori, szabad dobás. Brajdics közelebb megy. Jól látható, hogy szinte hagyják lőni Brajdicsot, akkora a palott előtte Tóth és Rosta, hogy nem igen tudja átlőni, nem úgy Szotyori, aki eltalálja a kapufát. Borsodi pedig kap egy szabad dobást. Érdekes egyébként, Szotyori ugyanazt játsza, mint a Pik Szeged ellen, amolyan magányos harcos. Ha megkapja a labdát, akkor megpróbálja végigcsinálni. És ez eddig nem igen akar neki sikerülni. Amar ezúttal nem tudott betalálni. Mohácsi fölé lövi, úgyhogy a kezére ütnek, vagy meglökik, úgyhogy szabad dobás. És örüljön a Szeged, hogy megúszta ennyivel. Igen, ott támasztják meg Mohácsi kezét. Marad a 8-5, közeledünk a fél idő feléhez. Nem történt szabálytalanság, a VAR. Nem tud gyorsan indulni. A Szeged visszaért már, az elektromos. Az első zitter a bal oldalról kimarad, pontosabban a jobbról Kuzma. Megint egy eladott labda, nagyon sok a technikai hiba. Vajon ki tudja használni az elektromos? Béres megint a bal fölsőbe akarta. Ezúttal nem sikerült. Borsodi, jó a bejátszás Dorosnak, és hiába véd nagyot Ivanov, belülvédekezésért 7 méteres. És íme milyen érdekes, 5 perc telt el azóta, hogy beszélgettünk, és akkor Éva azt mondta, hogy Dorosra kéne játszani. És először került igazi zicserbe a Szeged. Na nézzük a VAR-t. 8-6, Flegmán a kapus lába alatt. Szép ír. Köszönöm.
ezúttal szólt az irányító posztján. Éppen nála a labda, és lő egy szerencsés gólt. 9-6. Tóth Józsefnek ez az első találata. Nincs is igazi sánc. Szotyori próbálkozott a védekezéssel előtte. Nem sok sikerrel. Nagy lábai között pedig megszületett a 9. hazai gól. Ez pedig a szegediek 7. találata méghozzá, szemre igen tetszetős Berta Róbert. A 17. számú Berta Róbert megkapja a zárást Dorostól, és szép gólt lő a jobb felsőbe. A mérkőzés állása, amikor Tóth József kapja a labdát Mohácsitól, aztán rosszul teszi vissza Béresnek, aki még megmenti. Szabad dobás a szaggatott vonalról, Mohácsi. Megint ő, ez az első rossz kísérlete. Derosta visszaszerzi a labdát. Béres. Mohácsi most nem lőtte el. Béres, ez Zitzer és kapufa. Jól zárta a szöget Nagy Zoltán, nem igen volt más választása Béresnek, mint az ejtés. Kuzma megint Zitzerben, a másodikat is elrontja. Pedig jó labdát kapott Szotyoritól. Na hát viszont Szotyorival ellentétben Kuzmára emlékezhetnek, még a fiatalok is. Az elektromosban többek között Ivanov, aki a kapuban áll. Hallották nyilván a hangos bemondót, ezért a szabálytalanságért kapja Tóth. A 2 perces kiállítást a nyakánál fogva, itt a földre borsodít. Emberelőnyben tehát a Szeged a 19. percben. Szotyori. Béres kisfián megszerezte. Borsodi. Szotyori megint megcsinálja magának a lövőhelyzetet, Ivanov pedig véd. Aztán Szotyori ott marad és méltatlankodik. Azt hiszem, hogy egy kicsit elhamarkodott előtt el. Ezt a labdát azt, hogy jobban ki kellett volna játszaniuk ezt az ember előn. Egy mondat erejéig talán érdemes visszatérni a megsérült Lendvai Péterre, aki 6 mérkőzésen játszott az elektromos csapatában ebben a bajnokságban, és mind a 6 mérkőzést megnyerte. A tromos utána megsérült, jöttek a vereségek és jöttek a döntetlenek. Na most ezen a meccsen is pályán volt ugye Lendvai Péter, még ha ki is újult a sérülése, lehet, hogy kabalának jó az elektromosnak. Hát egyelőre legalábbis mindenképpen, hiszen vezet a hazai csapat 9-7-re. A PIK Szeged ellentörlés után már folytatódik is a játék, de hát ne felejtjük, hogy ember hátrányban van. Tóth kiállítása miatt az elektromos szép kis újra a pályán, és most már nincs ember hátrányban, hiszen Doros is mehet ki 2 percre. Béres megy be középre. Hát, lehet, hogy korábban történt valami, azt viszont nem láttuk. Kilenc-hetes elektromos vezetésnél most már egyenlő létszámban a csapatok. Legalábbis még 50 másodpercig. Kostecki. Váradi tovább teszi. Megint Kostecki. Mohácsi. Kicsit túljátszák. A hazaiak annyira, hogy el is veszítik a labdát. Jobbnál jobb lehetőségekre várt az elektromos. Még a végén oda lett a helyzet. Marad a 9-7. És a szegediek jöhetnek.
a VAR. Szotyori megy, megy, megy egyedül. És pillanatokon belül letelik Tóth József kiállítása. Szotyori még addig ellövi, és ezzel fölhozza 9-8-ra a Szegedet. Egy másodpercet kellett volna egyébként még kivédekeznie az elektromosnak. Nagyon meglepte ez a lövés szerintem Ivanov volt, mert szélről átlőni nem nagyon szoktak, főleg nem, hát mégis 5 az ötelen voltak, de szerintem azért nem sokat láthatott ebből a lövésből. Nézzük a másik oldalt, Tóth József birkózik, Szotyori valaki el is ismeri, hogy kérem szépen, én szabálytalan voltam. Kostecki nagyon szépen csinálta. Ő is három gólos, akár csak Mohácsi. A 9-esen ugrik föl, sokkal magasabbra, mint a sánc, és már amikor érkezik lefelé, akkor lövi a gólt. Ez olyan klasszikus átlövés gól volt, azt hiszem talán az első. Igen, de egy ilyen lövőerejű játékos nem szabad ilyen közel engedni. Tehát ki kellett volna lépni rá, és hogyha ha már kapura lő, akkor mindenképpen 9-esen kívülről. Avar a 9. szegedi gól szerzője. Nem tudja tehát leszakítani ellenfelét. Az elektromos, holott volt már három gól is, a különbség most megint csak egy. És Avar az egész mezőny legeredményesebbje a maga 4 góljával. És most Béres az irányító posztján, bár azt hiszem, hogy csak a figura kedvéért. Váradi jön be a szélről. Ez most elég passzív, gyanús. De nincs szükség passzívra, mert megszerzi Szotyori a labdát, igaz, az a lábához ér. És egy újabb variáció támadásra, a Tromosnál most Mohácsi ül le, és szép kis Krisztián a pályán. Éppen nála a labda, nem megy neki, most már elég régóta. Így kell védekezni, mutatja Skalicki, éppen Borsodinak szólt, aki kilép szép kis Krisztiára. Tóth József, és megint csak nem sikerül a szegedieknek labdát szerezniük. Avar pedig hiába mutatja, hogy törölni kéne, a játék megy tovább. Béres, ez rutin munka volt. Vagy talán nem is annyira, hiszen ott marad a parkettán, ezek szerint megsérült. Hát egy kicsi elefánt puszit kapott Kuzmától, ahogy ezt sportolók között mondani szokás. Ott a jobb térdét tessék nézni Kuzmának, azt találkozik Béres jobb combjával. De azért nincs komolyabb baj. 7 perc és 5 másodperc van hátra az első fél időből. Szoros és izgalmas a mérkőzés, 10-9-re vezet az elektromos. Szép kis, ez lehet, hogy lépéshiba volt. Most már teljesen mindegy, mert passzív játék. A Szeged változtatott a védekezésen, most két embert, a két lövöt megfogták, és úgy látszik, hogy ez egy kicsit megzavarta most az elektromos. Egyenlítési lehetőség a vendégcsapat előtt. Borsodi, Avar a legeredményesebb, Szegedi a mezőny legeredményesebb játékosa. Brajdics nem jut lövéshez. Szotyori. És újra csak szabad dobás. Azt minden esetre jó látni, hogy az edzők mindent megpróbálnak, keverik a kártyákat oda és vissza. Rengeteg a variációs lehetőség védekezésre és támadásra is. Borsodi gól! Mindenki azzal volt elfoglalva, hogy mi történik a két tízes között. Avar és Váradi Krisztián csatája ott középütt.
addig megszületett Borsodi révén a 10. szegedi gól. Nagyon okosan csinálta Borsodi, mert hogyha nem lett volna gól ez a löves, az meg akkor is 7-es futak volna belül védekezésre. Azt meg ugye akkor még be kell lőni. Ez pedig biztos gól. 5 perccel, 5 és fél perccel a félidő vége előtt. Gyakorlatilag minden kezdődik előről. 10-10. Váradi. Bérestől szép kis kapja. És szabad dobás. Ezúttal megint csak egy lövőt vesz ki a forgalomból. A Szeged még pedig Kostecki. Egyébként ismét új ember az elektromosban, 7-essel Forgács Gyula. Ahogy így elnézem, hirtelen most már nincs olyan mezőnyjátékos a nevezettek közül, aki nem lépett pályára. De igen, egyedül Laurent Szabolcs. Lehet, hogy még ő is megkapja a sanszot Hajdú Jánostól. Addig azonban láthattunk egy Nagy Zoltán védést. Úgyhogy visszaveheti a vezetést a PIK Szeged. Utoljára azt hiszem, hogy 4-3-nál volt náluk az előny. Borsodi. Szotyori. Jól neki készül messziről. És ezzel időt ad az ellenfélnek is. Egy jó bejátszás Dorosnak, szép volt. De csak szabad dobás. Bosszankodik is Kalicki László. Szotyori ezúttal csak ijesztett, aztán oda csempészte a labdát Dorosnak. És való igaz, hogy Rosta nem volt még belül. Tehát csak szabad dobás jár a Szegednek. Szotyori. Az újabb próbálkozás. Most már nem járt túl Ivanov eszén. Marad a 10-10. Kostecki is kamikázeként ment előre. Aztán el is hülyeztették. Pergert, a cserekapust és Hajdú Jánost láthatták egy rövid pillanat erejéig. Most pedig a 11. elektromos gólt, amelynek szerzője az új játékos Forgács Gyula. Forgács tehát jó csere, Nagy Zoltán pedig dühöng. Havar kap szabaddobást a bal oldalon, a 27. percben. Brajdics, Szotyori ugyanazt megcsinálja gyakorlatilag, mint néhány perccel ezelőtt. Váradi Krisztiánnak a feje megsérült a lövésnél, ahogy ütközött Szotyorival, és időkérés a hazai csapatnál. 11-11. És most már Szotyori is 3 gólos. 3 perc és 10 másodperc van hátra az első fél időből. 11-11, és volt egy olyan periódusa a mérkőzésnek, amikor úgy tűnt, hogy az elektromos el tud szakadni a PIK Szegedtől, aztán, ahogy Erdős Éva is mondta, védekezést váltott a PIK Szeged, és vissza is kapaszkodott. Hajdú János egyébként azt kéri Mohácsitól és Kosteckitől, hogy ne egyéni betörésekkel próbálkozzanak, hanem játsszák keresztbe a labdát, és mozgassák meg egy kicsit a PIK Szeged magas védőfalát, mert akkor lehet gólt lőni az elektromos vezetőedzője szerint. Nem tudom, statisztikailag hogy oszlanak meg a gólok, de úgy látom, hogy az elektromos védekezés az inkább szélen sebezhető, és ezt elég jól ki is használja a Szeged. Nézzen, ugyebár középütt ott vannak a nagy-nagy magas tornyosuló emberek, Rosta, Tóth József és a többiek, és való igaz, hogy a Szeged inkább a széleket erőlteti. Most azonban az elektromos támad, megint Forgács, és szabad dobás. Szép kis, még nem lőtt gólt Mohácsi. Csak szabad dobás, még időben beléptek elé. Nagyon sportszerű egyébként a mérkőzés. Volt ugye
mindössze két kiállítás és két 7 méteres 27,5 perc alatt. Szép kis. Már a 9-esnél kilépnek rá Mohácsi, ő lövéshez jut, és szerencséje van Nagy Zoltánnak, mert a kezéről nem a kapuba, hanem a kapufára pattan a labda, marad a 11-11. Borsodi Avartól kapja vissza, Brajdics nem játszik jól. Belül az utolsó két percen. És lehet cserélni. Rosta helyére, Forgács Tóth helyére, szép kis áll. Aztán Hajdú János még Tóth Józsefet is a pályára küldi. Váradi, hoho, ebben benne volt Nagy Zoltán. A második kötény gólja Nagy Zoltánnak íme. Hogy fért ott be? Az utolsó perc. Az első fél időben megint egy szotyori magánakció és megint egy szabad dobás. Majd persze a törlés után. Íme. Az elégedetlen vezetőedző Skalicki László és a csapat játékosai, akik sokat tehetnek azért, hogy ne legyen elégedetlen a mester. Most például kiegyenlíthetnek, van rá 41 néhány másodpercük még. Marad a labda a Szegednél, Brajdics. Így van, helyet csinált magának. Két percen belül másodszor veszítette el a labdát Brajdics támadásban. Ez bizony nagy luxus. Rosta. Forgolódik, Borsodi lerántja. Kettő perc, teljesen jogos. Rosta szépen beültette a hintába Borsodit, akinek nem igen volt más választása. Nézzük még egyszer. Bár azért Rostának is volt benne némi színészi alakítása, hogy kiállítással végződött a dolog. De kétségtelen, hogy szép cseleket csinált. Ami azért nem kis teljesítmény, mert pont Rosta volt az, akiről elindult az elektromos támadása. Ő szerezte azt a támadó szabálytalanságot, és azt is ő harcolta ki az előbb. Így igaz. Láthatják az órát a kedves nézők. Hát egy gólt még lehet lőni ennyi idő alatt. Persze ahhoz közelebb kell kerülni a kapuhoz. Mohácsi megy is közelebb, egy nagy bravúr a szószoros és átvitt értelmében is, hiszen Nagy Zoltán védett, és ez volt az első félidő utolsó momentuma, hiszen lejárt a 30 perc. Egy félidő után tehát egyetlen góllal 12-11-re vezet az elektromos, de azt hiszem frázis ide, frázis oda, még az égvilágon semmi sem dőlt el. Egy valami viszont egészen biztos, hogy most reklám következik, aztán pedig a szó a stúdióé. Kedves nézők, elektromos Pixeget, tehát 12-11 stúdióban Németh András és Zsiga Gyula. Mit láthatok? Kezdje a nagyobb. Tulajdonképpen ugyanaz a védekezés van mindkét csapatnál. Emberfogással próbálkoznak. A legjobb, úgynevezett legjobb játékosokat próbálják kizárni a játékból. Nekem a elektromos védekezése jobban tetszik, hiszen ez a játék, az emberfogó játékos akkor visszasegít, amikor úgy érzi, hogy erre lehetősége van, és elég sok labdát szerzett ebből. A Szegedi az merevebb, de ott úgy érzem, hogy az elektromos viszont nem használja ki azokat a területeket, amit egy ilyen védekezés nyújt. Támadó játékban véleményem szerint az elektromos szellemesebben, okosabban járatja a labdát. A Pix Szeged játékosai elsőlegesen erőből próbálják megoldani ezeket a helyzetkialakításokat. Főleg itt ugye egyértelmű a Szotyorinak a támadó kedve és a cselezőkészsége, illetve lövőerejét próbálják kihasználni. Nagyon feltűnően sok hibával játszik a Brajdics, tehát a balkezes átlövője a szegedi csapatnak. Ott valószínű, hogy esetleg némi nemű
váltást vagy cserét kéne eszközölni. Az elektromosnál a Mohács nagyon jó kezdett, és most az utóbbi időben ő is egy kicsit elszürkült. Hát kíváncsi, hogy nagyon szoros a meccs, hogy mi lesz vele. Nézve a mini statisztikát, amit itt készítettem nagyon gyorsan, nem tudom, hogy ráhúzható-e, és rögtön javítsatok ki, hanem a kézilabdára egy ilyen dolog, hogy az átlövés az elektromos oldalra, hogy a 4 átlövés gól indításból volt 3, illetve földről volt 3 gól. Ezek olyan tiszta góloknak tűnnek, nem olyan agresszív poszt egy átlövő poszt, tehát nem kell annyit birkózni, gondolná az ember, hogy a többiek előkészítik az akciót, és az átlövő befejezi. Ugyanakkor a Pixeged oldalán pedig az általam, még egyszer hangsúlyozom, agresszív pozíciónak kikiáltott, mondjuk beállós, aki ott 2 gólt lőtt, szélről lőttek 3 gólt, amit ugye szintén meg kell küszködni, mert be kell tudni menni. Ez is mutatja a játék letisztázottságát, vagy legalábbis a beállításokat? Hát igazából ezek az átlövés gólok is olyanok voltak, tehát most a Mohácsira, hogyha visszatérünk, akkor ugye emlékszünk, hogy főleg testmellett lőtte, nagyon közel ment a védőhöz, és úgy test közelébe csípőmagas, illetve válmagasságba lőtte a labdákat. A Szotyori is igazából test közelből lőtte el ezeket a bizonyos átlövéses helyzeteket, talán Kosteckinak volt egy igazi klasszikus értelmet átlövés egy középről, amikor a védők teljes mértékben le voltak szorítva. A modern kézilabda, illetve hát itt ez a játék is elsősorban ez előre appellál, és hát a játékosok próbálják maximálisan háttérbe szorítani, tehát minél kijebbről lőjék el ezek a játékosok a labdát. Ezzel ellen az egyik ellenszer az, hogyha közel kerül a védőhöz a támadó, akkor nagyon közel a test mellett próbálja ellőni. Volt az elején egy momentum, mire rögtön felfigyeltetek, Lendvai Péter sérülés, ugye 2 perc és 11 néhány másodperc volt, amíg bírta, tudtuk róla, hogy sérülésből épült fel, és mégis úgy borzoltátok a szemöldökötöket, hogy esetleg ez a bemelegítésen is elúszhat egy ilyen dolog? Hát nem, mert a bemelegítésnél ki kellett volna jönni, tehát hogyha ő... Én úgy gondolom, hogy ha ő 100%-osan bemelegít, akkor már ott eldőlt volna, hogy tudja vállalni a játékot, vagy nem tudja. Köszönöm, nézzük, hogy a helyszínen ülő kollégáknak, mert hát ugye Ertős Iván is kollégának hívjuk ezen a mérkőzésen, mi a véleményük? Hát akkor én dobom is tovább a szót Évának, kollégánknak. Igen, amit az András mondott, én is meg akartam említeni, csak aztán nem úgy alakult itt a meccs közben, hogy a Kosteczky a zavaró, illetve emberfogásos védekezésről nagyon jól zárt vissza, és elég sok labdát szereztek, amit ki is használtak. Én is úgy érzem, hogy az elektromos az szellemesebben, lazábban játszik, a Szegednek pedig a Nagy Zoli a kapus cserével van tulajdonképpen sansza, mert nagyon jól véd a kapuban. Az, hogy a védő csak embert fog, vagy zavar is, az annak a függménye, hogy mire küldik ki, vagy pedig rajta is áll egy picikét, hogy átvált, tehát önálló is egy picikét ez a pozíció, az emberfogás. Hát gondolom az edző határozza meg, hogy mennyire kell, mennyire lazán, vagy mennyire szorosan foghat egy játékost, és hát végig is az ellenfél támadó módra, mert van olyan átlövő, aki hagyja magát, tulajdonképpen kizárni a játékból, arról elég könnyű belelépni és belenyúlkálni az akcióba. Van, aki aktív és mozog, arról azért nincs ideje az emberfogó játékosnak lelépnie. Mi a védekezés az erőjátékos ellen? Ugye Szotyorinál láthattuk, hogy iszonyatos lendülettel, néha még könyökmunkával is, bár nem durván, azzal az ügyes, rutinos könyökmunkával próbált bejutni a falon túlra, próbált gólt szerezni. Hogy lehet egyáltalán megfogni valakit, aki így megindul? Egy az egyben nagyon nehéz megfogni. Na most akkor védekezik jó egy csapat, illetve egy társas kapcsolat, akkor jó egy védekezésen belül, hogyha megpróbálják kisegíteni egymást a társak. Tehát Szotyori esetében is az az egyik megoldás, amit Atromos mondjuk tehát az első félidő huzamosabb részében jól megoldott, hogy a párkapcsolatoknál védekezésben jól összezártak, és nagyon kevés lehetőséget biztosítva adtak a Szotyorinak, hogy el tudja lőni a labdát, vagy be tudjon törni. Tehát erőt erővel tudunk csak igazából, hiába vagyunk taktikásak vagy technikásak, tehát az erőt nagyon nehéz úgy valahogy kiváltani. Tehát mindenképpen vagy ez, hogy összezárnak, tehát segítenek egymásnak, vagy pedig egy olyan kaliberű, egy olyan tömegű játékost állítok azzal szembe, aki ezt meg tudja fogni. Köszönöm szépen, a mérkőzés meg elindul. Mégpedig a 17. másodpercben járunk, a második félidőben 12-11-es elektromos vezetésnél. Sarokdobás következik a hazaiak javára, akik emberelőnyben játszanak, még 1 perc és 8 másodpercig. Forgács teszi tovább, Kosteczky. Szép kis
Kosteckihez kerül vissza, és bent van a 13. elektromos gól. Gyuri Kosztecki belövi a jobb alsóba, és érdekes egyébként, hogy megvan Brajdics párja, legalábbis szerintem az elektromosnál. Szép kis Krisztián, akinek ugye kísérletei vannak, bőséggel gólt még nem igen tudott szerezni, és sokkal kevésbé veszélyesebb, mint azt megszoktuk tőle. Tehát nekik kettőjüknek nem igen megy a játék. Mehet tovább a VAR. Passzív játékot reklamál Hajdú János, és már fönt volt Lucsó Jenő keze is a magasban, amikor azonban szabálytalankodtak Dorossal szemben, úgyhogy a labda marad a szegedieknél. A VAR. Egy kis birkózás Váradival. Majd pedig a szabad dobás. Szotyori. Kuzma teszi tovább, és elveszik passzív játékért. A játékvezető egyébként Zsiga Gyula utalt rá a szünetben, hogy Brajdicsot nem feltétlenül kellene erőltetni, nem is volt a pályán az imént támadásban. Berta jött egyel bejjebb, most pedig Doros megy egyel kijjebb 2 percre. Ő volt az, aki hátulról taszigálta Kosteckit. Úgyhogy megint ember hátrányban a vendégcsapat, Tapik Szeged. Tóth József. Kosztecki megcsinálja magának a helyzetet, és belövi az 5. gólját. Hosszú idő után újra 3 gól az elektromos előnye. Kosztecki nagyon jól játszik, és nagyon kevés hibával, tehát nagyon jó százalékkal lő kapura. Na, az egy nagy páros ott a bal oldalon, most Kosztecki vigyáz Szotyorira. Már amennyiben vigyáz rá, mert gyorsan lerázta őt Szotyori. Nem úgy rostált. És megint törölni kell. Ezért jár, vagy jár a szabaddobás, és Brajd is továbbra sincs pályán. A Szegednél 17-es számmal, akinél a labda van, Berta Róbert. Ő most a jobb átlövő. Megy is vissza a helyére. És egy újabb 2 perces kiállítás. Ezúttal Tóth József, Borsodi pedig ott marad. Nézzük még egyszer, hogy mi is történt. Hát szép kis dalálóba került ott Borsodi. Tóth pedig 2 percig pihen, és Borsodinak úgy látszik valamivel komolyabb a sérülése. Mert fagyasztani kell a combját. 3 perc és 5 másodperc telt el a második fél időből, és ebben a játék részben ez idő alatt még csak az elektromos szerzett gólt, mégpedig 2-t. 14-11 az állás itt, az iménti szabálytalanság még egyszer. Nyakor ragadja Borsodit Tóth. Besegített a szélső, és így összezártak, és így ütköztek össze. De most már folytatódik a játék, ráadásul Borsodival. Szotyori, megtámasztották a karját. És megint törlés. Hiába egyre többet kell törölni, egyre nagyobb a pára tartalom itt a csarnokban. Egyre sérülés veszélyesebb a parkett, minél többet esnek a játékosok. Ott a szabálytalanság, Mohácsi bal keze. No, akkor Berta után most már egy 3. jobb átlövő a Szegednél, a fiatal Nagy László. Fennakad Mohácsin. Avar, szokatlan helyen, középen. Szotyori jön be a szélről, nem jó a passz Nagy Lászlónak. Kuzma pedig a 3. zicserét is elrontja.
Marad a 14-11. A Szeged kiegészül. Pillanatokon belül visszajöhet majd Doros. Kostecki elcsúszott. A labda pedig a szegedieké, a VAR szépen csinálta, aztán kihagyja az itzert, Berta, ő már belövi. És aztán mutatja Lekrinszky Tivadar játékvezetőnek, hogy még egy-kettő perc, de jó lenne. Azt hiszem, hogy egyik oldalon sem panaszkodhatnak a kapus teljesítményre. Ugyanazt mutatja Skaricki László is, azt a kettő percet reklamálja, hogy Bérest igazán ki lehetett volna még állítani a játékvezetők. Nem így döntöttek. 14-12-nél éppen Béres. És egy újabb szabaddobás, sőt, egy újabb törlés is. Egy másodperccel azelőtt, hogy visszajöhet majd Tóth az elektromos csapatába. Ez egyébként egy érdekes jelenet volt, mert ahogy fölment azzal a lendülettel, jött is vissza Béres, esélyesen volt előni Szogyori fölött a labdát. Én azt hiszem, hogy igazából nem is nagyon akarta ő előni, inkább a szabadobást, a parkot próbálta kiharcolni. Kettő gól a különbség a két csapat között, 14-12. Egy földrevitel, alá Szogyori. És egy szabad dobás, amely arra mindenképpen jó volt, hogy most félig meddig legalább kezdődhet előről a támadás. És nem a kézilabda dominál a pályán, inkább csak a szabálytalanságok. Ez olyan szabadfogású kézilabda. Szabadon a birkózás után Mohácsi verekszi be magát. És megint szabad dobás. Kostecki végzi el a hetedik perc elején. Most már teljesen nyitott a szegediek védekezése. Ez gyönyörű volt. Mert ugye itt jön elő az, hogy ki képes hamarabb föltalálni magát ilyen improvizatív megoldásokkal. Tóth Józsefnek ez volt a második találata. 15-12 az elektromosnak. Borsodi. Egy jó labda, Nagy László, és mellé lőtte. Annyira megnézte magának a jobb oldalát a kapunak, hogy aztán mellé lőtte. Hát azért egy hetes lehetett volna adni ezért. Ezt mondta szó szerint Nagy László is. Először lehet 4 gól a különbség, de nem lesz. Szogyori. Nem jó a bejátszás, de lökték. És megint meg kell állítani az órát. A törléssel foglalkozó sportemberek, nyugodtan nevezhetem őket annak, szerintem legalább annyit mozognak most már, mint a játékosok. A 8. perc elején járunk. 15-12, Szotyori. Ezt a csúszást ezt nagyon jól csinálja. Csak az a baj, hogy azután mindig törölni kell. Doros kezében a labda. 15-12-nél. Borsodi. Nagy László. Jó a bejátszás, avar 7 méteres. Egy ilyen szituáció volt már az első fél időben, abból avar gólt szerzett, most egy hetest harcolt ki. És Szotyori lesz az ítélet végrehajtó, aki kihagyja a büntetőt. Hát amennyire nem ment Fergernek két héttel ezelőtt a Dunaper ellen, annyira jól véd most Igor Ivanov. A jobb kezében akad el a labda, és ezzel marad a 15-12.
Tóth József kap szabad dobást. Én azt gondolom, hogy az azért mindenképpen örömteli, hogy ennyi fiatal tehetség van mind a két csapatban, hogy gyakorlatilag percenként tudnak váltani az edzők, és olyan játékosokat pályára küldeni, akikről sokat még nem hallottunk, de látszik rajtuk, hogy még nagyon sokra vihetik. Kostecki hiába lövi be, már belefújtak. Tóth megint, Váradi, bejön a szélről, passzív játékot reklamálnak a vendégek. Tóth József, hát ő nem törődik a vendégekkel meg a reklamálókkal. Először a találkozó folyamán 4 gól az elektromos előnye, Tóth József pedig már 3 gólos. Szép egyéni akció, gyönyörű gól. A VAR. Valamit megint ki kell találni a Skalicki Lászlónak, hogy esélye legyen még a Szegednek a találkozón. Az eddigi 9,5 percben a második félidőben mindössze egyetlen gólra futotta az erejükből. Szotyori. Borsodi páros lábról ugrik föl, ritkaság az ilyen magyar pályán. Nem is lett gól belőle. És egy újabb lehetőség, egy újabb gól a hazaiaknál. Mohácsi Árpád elég régen lőtt már gólt. És Kalitki László is úgy dönt, hogy itt az ideje időt kérni, valamit kitalálni. Azt hiszem, hogy ha most a Skalicki mester nem tudja összefogni a csapatát, akkor itt elmehet a mérkőzés, úgyhogy ez egy nagyon fontos időszaka lesz a Szeged csapatának. Ugye az az érdekes, hogy amikor először volt kénytelen váltani Skalicki László éppen a kép közepén, akkor a védekezést kellett átszerveznie. Nekem most az az érzésem, hogy támadásban kéne valami újat hozni. Igen, az elektromos csapatában, mint mondtam, Kostecki nagyon nagy kedvel játszik, és minden szituációban kiveszi a részét, úgyhogy az előbb úgy láttam, hogy ugye őt fogták emberfogással, és bement a falba beállósnak, és a Szeged nem fogott meg helyette egy másik embert, és nagyon jól kijátszották, és a végén ez fiatal Tóth nagyon szép gólt lőtt belőle. Hát ez történt eddig, nézzük, mi történik majd ezután. A hátralévő valamivel több mint 19 percben. 5 gól a különbség, 17-12. 3-ról már egyszer föl tudott állni a Szeged. Borsodi, Kostecki zár vissza. Szotyori nem jut lövéshez. Nagy László, ott van Doros, nem tudja megfogni. És ezért nem 7 méteres. Nem volt még a birtokában a labda. Szotyori, hát mintha ellépte volna. Újabb törlésre van szükség, mutatja Juri Kostecki. A magányos harcos Szotyori. Na nézzük, hányat lépett. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, nem volt sok. Szotyori megint. Amennyire veszélyes, annyira kiszámítható. Igen, talán azért is, mert szinte egyedül van a Szeged csapatában, aki megpróbál valamit kezdeni a labdával. Hát most éppen Nagy László próbált meg, nem túl sok sikerrel. Bár annyit sikerült elérnie, hogy maradjon a labda a Szegednél. Megint Nagy László. Borsodi, beközépre Doros, nem tudja megfogni, szabad dobás. Dostának tetszik a dolog. A szurkolóknak nem annyira, ők azt szerették volna, ha Tromosé lesz a labda. Nagy László, hoppá, ellentétes ítélet. Ez érdekes, az egyik játékvezető befelé mutatott, a másik pedig nevezetesen Krucsó Jenő.
Nem, ő mutatott befelé, és mivel ő a mezőny játékvezető, tehát az ő akarata érvényesül. Borsodi ki a szélre, Kuzma, szegény Kuzma Norbert. Szerintem Ivanov mindent tud róla, 4-ből 4-et hárított Igor Ivanov. Tessék csak nézni, hoppá, ott hagyja a jobb oldalat, hogy aztán majd oda lehessen lőni. Mohácsi a labdával a második félidő 13. percében. Megint ő, és megint belövi. Mohácsi már csak így csinálja, ha egyszer belejön a góllövésbe, akkor elég nehéz megállítani. Az első félidőben is azt hiszem, hogy 4-5 perc leforgása alatt dobta azt a 3 gólt. Most a másodikban eddig 2-t szerzett gyors egymás utánban. Hoppá, egy kis kakaskodás Rosta és Szotyori, meg egy kiállítás. És ha jól látom, akkor Tóth József. Piros lap. Szándékos durvaságért még hozzá. Na, ezt jó lesz még egyszer megnézni. De nem szándékos durvaságról van szó, hanem arról, hogy ez a harmadik kiállítás a Tóthnak. Ezért érdekes is volt, mert innen föntről nem látszódott semmi, ami erre utalt volna. Sőt, az sem, hogy Tóth szabálytalankodott, de nyilván meglökte még korábban Szotyorit. Ezért ő már nem jöhet vissza. Emberelőnyben a PIK Szeged. Lehet, hogy korai még ilyet mondani, de azért nagyon úgy tűnik, hogy az utolsó esély a felzárkózásra. És visszakapják a labdát a vendégek. Őszintén megmondom, maguk is meglepődnek rajta. Szotyori már indult visszafelé. Pedig való igaz, hogy Mohácsi megtámasztotta őt. De hát ilyen azért elég gyakran előfordul. A Szeged kapujában közben már Igor Rapovec áll. Ez még mondjuk nem látszik a képen, gondolom. Nem egyelőre Szotyorit látjuk, pontosabban Dorost, aki megszerzi a 13. szegedi gólt. Most már akkor mind a két kapuban egy Igor áll, Rapovec és Ivanov. Na, rend kedvéért egyébként mondjuk el, hogy Rapovec moldáv származású, Ivanov pedig orosz. Kostecki, aki ukrán a változatosság kedvéért. Mohácsi. Ő pedig Mohácsi. A 14. perc. A második félidőben 5 gólos. Hazai vezetés. De vendég ember előny. Belemenés bizony, Korgács. Ott az induló ember, Borsodi. Föl lehet jönni 4-re. Föl is jön a Szeged. Egy érdekes jó tanács közben az elektromos kispadjáról még az előbbi támadás kapcsán. Mohácsi Árpádnak kiabáltak be, hogy essen el, mert különben elfehetik a bírók a labdát, tehát hogy jobban mímelje a szabálytalanságot. Itt a 14. szegedi gólt láthatták a kedves nézők. Borsodinak ez volt a második találata. Kostecki pedig megy egészen addig, amíg meg nem állítják. Közeledünk a félidő feléhez. Játékra jelentkezik szép kis Krisztián a Tromosnál, már a pályán, és megint belemenés. Újra Forgács, ott marad, meg kéne ám állítani a játékot. Nem állítják meg, Szotyori mindenkit dönt maga előtt, leginkább Kostecki. Belövi a 15-et, és most állítják meg az órát. De nem tudom, az mennyire látszott, hogy mennyire sportszerű volt a PIK Szeged játékosa, Doros Ákos, aki ott maradt, tehát nem ment előre, hogy ne legyen emberelőnyben a Szeged ennél a támadásnál. Itt pedig a sérült Korgás Gyula, aki támadó szabálytalanságot követett el, legalábbis a játékvezetők szerint. Hát azért kint vannak az evezők Szotyorinál elég rendesen. Kostecki kapott is egyet bal kézzel. Ez pedig valóban belemenés volt. A Szotyori vállába ütötte bele, azt hiszem, az orrát vagy igen, a száját.
De egyébként most három gólt szerzett egymás után a Szeged emberelőnyből, úgyhogy még érdekes lehet a mérkőzés. Igen, hát 18-12 volt nemrég, most már 18-15. A hátrány fele, tehát elfogyott. Egy nagyon jó bejátszás, Rosta, és egy remek gól. 19-15. Szotyori megint, és ez is bent van. Ha csak hajszállal is, amíg önök láthatják az előző tromos gól ismétlését, addig Szotyori lőtt még egyet. Megint három gól, tehát a különbség. És újra teljesen nyitott a Szeged védekezése. Avar és Borsodi zavar kívül. Szép kis, az első gólja. Borsodi hiába mutatja a játékvezetőnek, hogy lépés. Lekrinszki Tivadar mutatja vissza, hogy három. Mármint, hogy hármat lépett. Nem is Lekrinszki Tivadar volt az, hanem Klucsó Jenő. De hát a lényegen nem változtat. A gól érvényes, 20-16. És szép kisnek ez volt az első gólja. Borsodi Péter, aki az imént még vehemensen reklamált a lépéshiba miatt, most már támadásban vigyézkedhet. A gólszerző szép kis Krisztián. És avar. Borsodi. Nagytól kapja vissza. És szabad dobás. 13,5 perc van hátra. 4 gólos a különbség. Egy váratlan megoldás Berta Róbert részéről. Ivanov pedig azt mondja, hogy hát hiába védtem. És igen, béres lökése miatt hiába. Szotyori megint egyedül, 7 méteres, mondom én. A játékvezetők pedig mutatják, hogy szabad dobás. Igen, hát úgy tűnik, hogy kicsit egyszemélyes alakulat lett a Szegedből az utóbbi időben. Vagy Szotyori, vagy senki. És Szotyorit most éppen ápolni kell. Azért én azt gondolom, hogy ennek legalább annyi a veszélye, mint a haszna, hogyha ennyire egy emberre van kihegyezve egy csapatjátéka. Brajdics újra a pályán. 13-assal ugyanott folytatja, ahol abba hagyta. Mohácsi. Azt hiszem egyébként, hogy ez a döntő, hogy nincs igazán jó formában lévő balkezes lövője a Szegednek. Nem megy Brajdicsnak, és az igazat megvalva nem megy Nagy Lászlónak sem. Mohácsi ravasz megoldással próbálkozott, Rapovec eszén nem tudott túljárni. Szotyori nagyon kellett igyekeznie, hogy összeszedje, aztán Berta elejti, Rosta pedig mehet egyedül. Sokkal gyorsabb, mint Doros. Ho-ho-ho-ho, kérem! A meccs gólja, meg egy kiállítás. Hát nagyon szép gól volt. Végül is megmondom őszintén, hogy amikor férfi kézzelbe a meccset nézett, akkor nagyon sokszor elcsodálkozom, hogy úristen, ilyesmit is lehet csinálni, de hát ez is kézilabda. Más kérdés, hogy Rosta legalább hatot lépett, de hát olyan szép volt szerintem, hogy a bírók is néztek. Nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, hát jó, 5,5. Sőt, még a lába is lent volt, de a gól az nagyon szép, na maradjunk ennyiben. 21-16. És Doros is pirosat kapott, mert neki is a harmadik 2 perce volt. Megint labdát szerez a Trobos. Ott az Itzer, szép kis Krisztián. 22-16, és én azt hiszem, hogy eldőlt. Bár még hátra van 11,5 perc. Nagyon elkapta a fonalat a Trobos, és nagyon nem érzi a játék ritmusát a Szeged. Trobos nagyon jól használja ki a lerohanásait.
Borsodi, Nagy László. Rosta a kezével együtt ütötte el a labdát. Még mindig ember hátrányban a szegediek. Szotyori. És megint a szabad dobás. Rosta kitessékelte a falból, avart. Nem a legszabályosabb eszközökkel. Ez alatt pedig Szotyori mellé lőtt. A nyugodt Hajdú János láthatták. Legalábbis egyre nyugodtabb lehet, hiszen fogy az idő, a Tromos előnye pedig nő az utóbbi percekben. Sőt, tovább nőhet Váradi, és nő is. 23-16. A jobb szélső második gólja. Teljesen tisztán hagyják, fölkanyarodik, és kihasználja a lehetőséget. Nagy László elejti a labdát. Berta szépen csinálta. Igen, ilyen egyéni teljesítményekre lenne szüksége. Több ilyen egyéni teljesítményre a Szegednek, mert tényleg a Szotyorin kívül más nem nagyon vállal magára. A második félidő 21. a mérkőzés 51. percében. Váradi kapja. Szép kis, nagyon messziről nagyon nagy gól. Szép kis Krisztián kezd belejönni. A Szolnok csapatából került Budapestre. 10 méterről lő egy félelmetesen nagy gólt. Szotyori ellépte. De előtte még lökték. Úgyhogy marad a labda a Szegednél. Ott nem lehet bemenni. Doros kiválásával a balszélső avarnak kellett bemennie beállóba, de láttam én már ott a franciák ellen kupa meccsen is beállót látni, úgyhogy nem hiszem, hogy ez ennek nagyon új feladat lenne. Igen, és ugye már mondtam volna, hogy végül is nem egy beálló alkat már, hogyha Mezeiből és Dorosból indulunk ki, de hát elég csak a hölgyeknél maradva Kocsis Bövére gondolni, és beláthatjuk, hogy nem mindig a termet a fontos, ezen a poszton sem. De most nézzük Váradit, aki önzetlenül tovább teszi Béresnek, és ez a veszte, mert a visszaállt Nagy Zoltán bravúrral véd. Vagy Béres azt hitte, hogy ezt már nem lehet elrontani, pedig el lehetett. Nagy László a sáncról pattal le a labda. És amolyan minden mindegy alapon új irányító. Fiatalember, ohó, nem volt bent, éppen ő lőtt el. Hát ez a lövés gólt érdemel. Budai Dániel. Nem akármilyen megoldás volt. Béres ezt már belövi. 24-17. Itt a gól még egyszer. És én megpróbáltam faragni a Szeged hátrányából. Nem 24, hanem 25-17 már. 8 gól a különbség. Az eddigi legnagyobb. Kínai figura, és sikerül. Na hát, szép góljaink azért vannak. Szotyori szerzi a gólt. De hát van benne érdeme bőségesen Nagy Lászlónak is. Nézzék, ő adja a gólpaszt. Kinyúl egy kéz Szotyoriért, és ott a 18. gól. Szotyori ezzel az egész mezőny legeredményesebb játékos, a 6 gólos. Kostecki és Mohácsi 5-5-5-5 lőtt, Berta és Avar pedig 4-4-et. Szép kis Krisztián. Béres még összeszedi. Ott van Rosta középütt, nem ő kapja. Kostecki, Mohácsi, láb.
oda-vissza járt a labda a balszéről a jobbra meg vissza. Aztán végül így lett vége. Mohácsi, szép védés. Ez sem volt ám csúnya, a másik oldalra nézett. Szotyori, és nem Avarnak, hanem Kuzmának adta, akinek megtört a rossz sorozata. Ahogy nem szélről próbálkozik, egyből eredményes. És valamivel több mint 5 perc van hátra a mérkőzésből. Kostecki, szép kis, ez igen. És most már ő is 4 gólos. És tényleg nagyon szép gólok vannak ezen a mérkőzésen, úgyhogy igazán nem panaszkodhatunk. Egy jó darabig, legalább 45 percig izgalom is volt. Azt hiszem, hogy az már nagyon nem lesz, hiszen 7 gól a különbség a két csapat között. Szép megoldások viszont vannak bőségesen. Béres a labdával. Egyedül csinálja meg. És tényleg megcsinálja. Pontosan 5 perc van hátra, akkor, amikor 27-19-re vezet az elektromos. Budai Szotyorinak teszi vissza, akit alaposan megrántigál Kostecki. Nagy László. És ez már 7 méteres. A feltápászkodó rosta volt szabálytalan. Mégpedig belül. Nem is vitatja igazándiból a szabálytalanság tényét. Avar György lövi majd a büntetőt. És kihagyja. Elfogyott a lelkesedés, meg most már a koncentrálás sem megy úgy, mint korábban. Mezőny egyik legjobbja szerintem Ivanov kapus. Na de ha ezt szóba hoztad, akkor szerintem gyorsan beszéljük is meg, hogy ki a mérkőzés legjobbja, hiszen Máté Pál kollégámnak hamarosan interjút kell majd vele készítenie. Személy szerint nekem 2 szavazatom is lenne, Ivanov és Kostecki. Elég nehéz eldönteni, hogy kettőjük közül melyik volt a jobb, legalábbis nekem. Pedig én azt hiszem, hogy ez a feladat rád vár, hiszen mégiscsak szakértőként vagy jelen itt, de közben nézzük az elektromos támadását. Váradi Krisztián, és már 10 gólos a különbség. És megint hazai labdaszerzés, Mohácsi. Na hát így már csúnya lesz a vége. A Szeged teljesen összeesett, most olyan elleni hibákat követnek el, ami ilyen szinten azért nem igazán szokott előfordulni. 3 perc, valamivel több mint 3 perc a hátralévő játékidő. Szerintem a szegediek már nagyon szeretnék, ha elfogyna. Nagy László belement, így van, belement Mohácsiba. Most már az égvilágon semmi sem sikerül, mármint a Szegednek, mert a Tromosnak bizony minden. 31-19, döbbenetes, 12 gólos különbség. Úgyhogy néhány perccel ezelőtt még csak 3 vagy 4 volt. Béres is 5 gólos. Két perc, 25 másodperc a hátralévő játékidő. Egy újabb törlés után folytatódhat a játék, a mérkőzés egyik hőse Igor Ivanov. És Éva azt mondja, hogy szerinte Ivanov, úgyhogy akkor Ivanov mellett döntöttünk. Ő kapja majd a szaknévsor díját.
ami gondolom, hogy így karácsony előtt igen jól jön. Szotyori még lő egyet, 31-20 ezzel. Elkezdődött az utolsó 2 perc is, és most már mindenféle kockázat nélkül kijelenthetjük, hogy az Elektromos megnyerte első rangadóját ebben a szezonban, jobb későn, mint soha. Ugyebár kikaptak a Fotextől és a Dunafertől hazai pályán, a Győrtől pedig idegenben. Hát ezt a meccset most már egészen biztosan megnyerik. Béres is feliratkozott a 6 gólosok táborába. 32-20. És ezzel pontszámban beérte az Elektromos a Pik Szegedet, és nyugodtan várhatja a tavaszi folytatást. Miközben egy kiállítás, Rosta István. Azért túlzottan nem bánkódik Rosta, még az öklét megrázza a szurkolók felé. Ezen a meccsen ő már nem fog pályára lépni, lévén, hogy 1 perc 10 másodperc van hátra. Budai, Szotyori, rossz lövés. Igaz, hogy előtte szabálytalanság történt, elkezdődött az utolsó perc a mérkőzésen. Avar nem tudja megfogni a bejátszást, üres a kapu, Ivanov. Ő szerintem meghallotta, hogy mi őt választottuk. Na igen, hát így szép befejezni ezt a mérkőzést. Lehet, hogy az Ivanov szülőket láttuk, nem tudom. A gól minden esetre nagyon szép, és a helyzetfelismerő készsége dicséri Avar, 7 méteres. Mohácsi fogta meg a lövőkezet, megint törölni kell, és szegény Avar még meg is sérült a leérkezés közben. A térde fáj. Hát azért ilyenkor nagyon kellemetlen lehet megsérülni. Szerintem csak begörcsölt a lába. Az a jobbik eset. Itt a szabálytalanság, hát elég rosszul érkezett azért szegény, és fáj is neki. De a jelek szerint azért nagy baj nincsen. Igen, lehet, hogy a Vádlia görcsölt be. Ahogy tapogatta, arra lehetett következtetni. Szotyori, ő még tud koncentrálni. Hát Szotyorinak egyetlen vigasza lehet csak, ő lett a legeredményesebb játékos 8 találattal. Azt gondolom, hogy ez sovány vigasz egy ilyen mérkőzésen, ahol a csapat a súlyos vereséget szenvedett. Kostecki is lő azért egy gyönyörű gólt, és ez a vége, kedves nézők. Egy igazán jó hangulatú és színvonalas mérkőzés, mondjuk eltekintve az utolsó pár perctől, mert akkor már csak egy csapat volt a pályán, az Elektromos, amely végül is kiütéssel, hatalmas fölénnyel, 13 gól különbséggel 34-21-re legyőzte a Pik Szeged csapatát. A következő fellépés majd mind a két együttesnek már a nemzetközi kupában lesz. Köszönjük. 34-21 tehát a mérkőzés végeredménye. Mint mondtam, az első nyert rangadó az Elektromos részéről, de hát a szegedieknek sincs okuk igazán bánkódni, hiszen ugye nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, de hát azért az idegenbeli vesztett rangadók ugye, ahogy be vannak kalkulálva egy-egy csapatnál legalábbis 1-2. És akkor, kedves nézők, ahogy hallom most a kollégáktól, előbb reklám következik, aztán pedig a pályaszél interjúk.